A nemzeti konzultáció egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen formában vezessék be az internet használatot érintő adót. Ezt mondta Deutsch Tamás, fideszes európai parlamenti képviselő tegnap este az állami tévében. Orbán Viktor miniszterelnök őt bízta meg a nemzeti konzultáció vezetésével. Az Együtt PM szerint a miniszterelnök csak az időt húzza, és mindenképpen be fogják vezetni az internet adót. Kezdeményezik az internet adó visszavonását! Így fogadta a tömeg a tegnap esti tüntetésen a bejelentést. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezte a távközlési törvény kiterjesztéséről szóló javaslat visszavonását. Az emberek azért vonultak ismét az utcára, mert egy részük nem hiszi el Orbán Viktornak, hogy visszavonják a netadót, mások pedig a kormány többi intézkedésével sem értenek egyet. A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádió interjújában jelentette be, a netadó ebben a formában nem vezethető be. Ez a vita ez félrecsúszott, és ilyen körülmények között szerint. Szerintem függetlenül, hogy a kormánynak mi volt a szándéka, és hogy az helyes volt-e, ezt egész egyszerűen nem lehet bevezetni, van ez a helyzet. A döntést Neelie Kroes, az Európai Bizottság leköszönő alelnöke is üdvözölte. Ő korábban arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a tüntetéseken. A kormányfő nem vetette el teljesen az internetadó ötletét, januárban nemzeti konzultációt tartanak. Ennek vezetésével Deutsch Tamás európai parlamenti képviselőt bízta meg. A politikus tegnap az állami televízió az Este című műsorában azt mondta, a kormány meghallgatva a tiltakozók véleményét úgy döntött, hogy 2015-re visszavonja ezt az elképzelést. Arra a kérdésre, hogy végleg elvetették-e a netadó ötletét, azt mondta, ezt nem tudja megjósolni. A nemzeti konzultáció viszont szerinte arra is választ ad majd, hogy hogyan lehet bevezetni az internetadót. Egyik legfontosabb kérdés, amire a magyar polgárok millióinak a véleményét kíváncsiak vagyunk, meg fogjuk hallgatni a nemzeti konzultációban, hogy az internet használatot, fogyasztást érintő adóterhelés az hogyan nézzen ki. A tüntetők szerint a nemzeti konzultációra sincs semmi szükség. A nemzeti konzultáció megtörtént. Nincs szükség sok 100 millió forint elköltésére, álságos kérdések papírra vetésével, postán küldözgetésére. Az Együtt PM úgy látja, Orbán Viktor csak időt akart nyerni a javaslat visszavonásával. Minden jel arra mutat, hogy a miniszterelnök csak előre menekül ebben az ügyben, nem meg hátrált, mert ő maga sem mondta ki azt, hogy nem lesz soha Magyarországon internetadó, holott erre hazánk modernizációja, Magyarország fejlődése szempontjából semmi szükség nincsen. Most olyan kérdéseket fogok önökhöz intézni, amelyek a mindennapi életünk szempontjából a legfontosabbak. Nem ez lesz az első nemzeti konzultáció. A kormány többször kérte már az emberek véleményét szociális vagy gazdasági ügyekben. De olyan is volt, amikor csak a kormányzati intézkedések eredményeiről tájékoztattak, például amikor megszűnt Magyarországgal szemben az uniós túlzott deficit eljárás. Orbán Viktor a nemzeti konzultációban eddig összesen 13 levelet küldött az embereknek, és ez több mint 3 milliárd forintba került. A mostani nemzeti konzultáció költsége a becslések szerint nagyjából 1 milliárd forint lehet.